Igen, tisztelettel köszöntök mindenkit a MEL konferencián. Az én előadásom témája az égetői szegény háztartásoknak, hát mondjuk úgy, hogy energiafogyasztás dimenziói, de egy kicsit mással van lesz a hangsúly, mint hogy ez a cím, így szerintem első olvasásra engedni következni. A fakultójásokról csak annyit, hogy a téma képzettségem szociológia, tehát egy teljesen más perspektívából próbálom ezt a témát megközelíteni, illetve hát gyakorlatilag a hangsúly az, úgy adom a konferencia ahhoz, hogy a szegénység ellenes politikák, vagy a szegénység ellenes lépésekről szól, akkor, hogy mit tekintünk szegénynek, illetve ennek a módszertani megközelítés tükrében majd reflektálok a Székely Györgyről. Első lépésben azt a mintát szeretném bemutatni, amely az alapját képezi a jelen prezentációnak. A szeret a Székely György, és itt számos vita van, és majdnem mindenki másképp definiálja a Székely Györgyet. Én az egyszerűség kedvéért annyit mondanák, hogy Székelyföldnek tekintettük, és a kutatás alapját is az képezi, amely korábban megyének a többségével magyarázott vidéke, tehát Botlafortuló kivételével, Margita megye, illetve a Maros megyének déli délkeleti része minősül Székelyföldnek. Az alapfelvétel, kicsit megbolyosítató lehet az átom, mint ez 2004, ugyanakkor két évvel szeretnék felhozni, amiért a kutatásban szereplő adatok nagy hányada, vagy mondjuk úgy, hogy napjainkban is még információ értékelhető. Az egyik az az, hogy legalábbis szerint ismereteim szerint még egy ilyen kutatás nem készült azóta, amely erre a Székelyföldre, de akár a Partizán iskolára megyére is reprezentatív kutatás lenne. A másik az pedig később a módszertanból ki fog derülni, hogy a szegénység kategóriák, legalábbis amikkel mi operáltunk, vagyis én operáltam, azok mondjuk úgy az idő alatt nem változtak olyan jelentősen. Mégpedig, ez később majd nem segít annyira. A minta az 400 háztartás volt, ez egy plusz 5%-os, 6%-os jelent, és a reprezentativitást nem kutyolepet. És akkor beszélnék arról, amit én a jelenlegesnek egyik kulcs témájának tartok, ez a szegény kategóriák. Feltüntettem három témát, amit a szakirodalom ismert. Létezik millió meghatározás, és azt nem, hogy tudásnék önálltam a millió, tehát amely szegénység kutató van, majdnem mindenki az egy sajátságos definíciót, hogy kitekintő szegénynek. Na már most a leggyakoribban azok mindenképpen valahogy a jövedelemmel függnek össze. Ezt én nagyon, mondjuk úgy, hogy nem tartom egészséget, de nem egyszerű okai vannak. Legtöbb, és általában ez a szakirodalomban, amikor a szegénységről beszélnek, vagy a szegények kategóriát állapítják meg, annak mindig valamilyen standardizált, és mit tudom én, vagy euróban, vagy amerikai dollárban megadott értéket adnak. Na már most mindenki ismeri, akár elmúlt hónapnak az időjén is történő nagy változásokat, ugye a nemzeti valutáját, ezeknek a mondjuk a standardizált adottáköti átváltási árfolyamot, úgyhogy egyik hónapban még létezik, mint amely a lakosságnak 35%-kal minősült szegények, következő hónapban ez már talán 55%-kal, tehát a viszont minősült a 15%-kal. Tehát azért nem szeretem ezt az ilyen anyagi jellegű megközelítést. Sokkal inkább használom ezt a három kategóriát a szegénység megalapításnál, hiszen a lakásszegénység, illetve úgy a relatív, mind az abszolút, vagy a vagyoni deprivációknak a definíciói, azok mind olyan tartós fogyasztási cikkekre, illetve olyan általános beszerzési cikkeknek a megvétére, illetve a hiányából vezetik, vagy alapítják meg a szegénység kategóriákat, amelyek mondjuk a jelenlegi, mit tudom, árfolyam szituációktól valamelyes ügyetlenek tekinthetjük. Igen. A továbbiakban beszélnék a különböző szegénység kategóriák szerint Székelyföldön. Tehát a lakás szegény megközelítésből, tehát ezt a modellt követve, azt mondhatjuk, hogy Székelyföldön, tehát az általam említett Székelyföldön, a háztartások 30%-a minősül lakás szegénynek. Ha tovább haladunk, a relatív depriváltság, ez már 54%-ban van jelen, illetve hogyha az abszolút vagy a vagyoni depriváció beszél, akkor ez 51%-ot mutat. Tehát akkor kiindulva a minta reprezentativitásából azt mondhatnánk, hogy Székelyföldnek fele az általam használt utóbbi két kategória szerint szegénynek minősül. A következő lépésben néhány olyan
kerettáblatokba mutatni, amely a deci válságra vonatkozik, illetve a háztartásnak bizonyos energiát használó tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságot összefüggésre mutat rá. Az összefüggéseket mind a relatív decibel kategóriára használtam, ennek gyakorlatilag két oka van. Az egyik, hogy a relatív decibel kategória egy köztes állapot a teljes vegyészség, illetve a nem decibeltnak tekinthető kategória között. A második pedig, hogy a legfőzőbbség, tehát a relatív és az abszolút decibeltnak minősülő kategóriák 80%-ban azonos kategória, tehát mindenképpen a szegénylíteket érinti. Illetve még meg szeretném említeni, hogy azok az összefüggések, amelyeket megmutatok, azok statisztikailag implikánsak 99,9%-os szobakúzik szinten. Az első két tényező, hát kérdezünk azon, ami a legelterjedtebb szabadítős szórakozás új Romániában, mint Székelyföldön, és ez a tévénézés, úgyhogy ez egy